Tud Bertalan, az MSZP elnöke van itt. Jó napot! Jó napot kívánok! Ilyen villámkérdések következnek csak az idő rövidsége miatt. Mit gondol arról, hogy Orbán Viktor megvétózta, hogy mondják ezt, politikai vétót tett az uniós költségvetés ügyében, mert hogy Magyarországon és Lengyelországon számon szeretnék kérni a jogállamiságot? Pontosan nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a következménye, de az biztos, hogy ez felér egy árulással, hiszen az Európai Unió nem szeretné, hogy ellopják az uniós adófizetők pénzét, ezt természetesen a magyar emberek sem szeretnék, de ő inkább vállalja ezt a kockázatot, hiszen ez a támogatás, a költségvetés is a válságkezelés segítése érdekében az Európai Unió által biztosított pénzeszköz is erre szükség lenne, és nem a kormánynak, hanem a magyar embereknek. De azt nem tudják ők ezt zsebre tenni, nem tudják a jogállami tereket biztosítani, akkor nekem úgy tűnik, mintha lemondanának róla, egészen elképesztő. Az ellenzéki pártvezetők közös állásfoglalást, nyilatkozatot tettek a közös indulásról, akkor ez a vita úgy fest, hogy akkor eldőlt, és nem lesz ilyen Eger, meg Göd, meg egyéb ilyen malőr mostantól kezdve? Én nagyon bízom benne, hogy nem lesz. A helyi önkormányzatokban mindig adódhat olyan helyzet, hogy konfliktus alakul ki. Mi nem zárkózunk el a viták elől, tehát nem a Fidesz az ellenzéki együttműködés, hogy nem lehetnek viták. Mi pártvezetők azon vagyunk, hogy ebből minél kevesebb legyen, jól működjenek a települések, ezáltal is bemutatva azt, hogy tudunk kormányozni helyben is. Ez egy nagyon sokféle pártból álló ellenzéki szövetség, de nagyon bízom benne, hogy a mostani megállapodásunk egy nagyon nagy előrelépés az előválasztásokkal kapcsolatban, közös jelöltek, közös miniszterelnök tekintetében. Itt évvégig le tudunk zárni minden olyan kérdést, ami már azt jelenti, hogy a jövő év az előválasztásokról szól, és a közös vízió bemutatására, a közös programról. Azt mondták, hogy október 23-áig közös miniszterelnök jelöltet állítanak. Ő is valami előválasztás során választódik majd ki, vagy hogy lesz ez a casting? Én nagyon-nagyon szeretném, hogy minél több előválasztás legyen, és a miniszterelnök jelölt tekintetében is. Ugyanis ez nem csak a kiválasztásnak egy folyamat, hanem az ellenzék kezében egy olyan eszköz, amit tulajdonképpen a média fölénk az erőforrás különbségbe, hiszen bődületes különbségek vannak erőforrás tekintetében, ez ad nekünk egy lehetőséget, hogy végigjárjuk a körzeteket, végigjárjuk a településeket, be tudjuk mutatni az elképzeléseinket, és meg tudjuk mozgatni az ellenzéki szavazókat, és őket be tudjuk vonni ebbe az egész történetbe, ami szerintem a számunkra a győzelemhez vezető út egyik záloga. Az azért látszik, hogy a Fidesz egy perc alatt megváltoztatja a választójogi törvényt, és hát sokan azt mondják, hogy valami trükk van ebbe az egy listát braszorításba, tehát hogy 50 egyéni körzetbe kell képviselőt állítani, hogy valaki listát állítason. Hogy lehet erre készülni, vagy vannak-e ilyen forgatókönyveik, ha ezt csinálják, akkor és a többi? Természetesen nagyon sok szakértő dolgozik az ellenzéki pártok mellett, minden eshetőséget elemzünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy bármennyire is mahinálnak, bármennyire is igyekeznek a pályát maguk felé lejteni, fel fogunk készülni minden forgatókönyvbe. Mennyire tudnak, hát hogy mondjam, ilyen úgy megjelenni a közvélemény előtt, hogy érezzék, hogy na itt van egy alternatíva valaki, vagy valakik, akiket lehet választani, miközben nyilván ezerrel fogják nyomni, hogy alkalmatlanok, hogy szemkilövetők, hogy adóemelők, és hogy nem tudom én mit szoktak még mondani, megették a kisgyerekeket ebédre. Pontosan ez, amit az előbb említettem, az előválasztás, ennek elengedhetetlen feltétele, hogy legyen közös program. Ezt igyekszünk tágítani, bevonni civileket, V21 L1 nevű szervezetet, bevonni mindenkit, hogy egy irányba gondolkodunk, bemutatni, hogy kormányzó képes ez a társaság, és minden lehetőséget kihasználni, hogy ott legyünk a tereten, találkozunk az emberekkel, és személyesen meggyőződjenek arról, hogy amit állít a Fidesz, az nem igaz. A Závesz Researchnek most előjött egy közvélemény kutatás, amelyből az derül ki, hogy valamivel az egyesült ellenzék támogatottsága magasabb, mint amilyen a Fideszé. Hogyan lehet ezt a helyzetet stabilizálni, vagy növelni? És ez azzal együtt így van, hogy a pártok
támogatói közül, tehát az ellenzéki pártok támogatói közül vannak olyan szavazók, akik nem feltétlenül hisznek a közös listába, és ennek ellenére, nagyon kevesen vannak, de ennek ellenére már ez az adat kimutatható. Pont az egység felmutatásával kell minden pártnak meggyőzni a szavazóit, hogy ez a helyes út, tehát az ellenzék számára van ebben mozgástér, és ahogy ön is említette, nem csak stabilizálni szükséges ezt az előnyt, hanem növelni is ahhoz, hogy választási siker legyen, hiszen ismerjük a Fidesz módszereit, tudjuk, hogy a határon túli szavazókat hogy befolyásolják, hogyan vonják be a magyar választási rendszerbe őket, hogyan taktikáznak a kamupártokkal, hogyan segítenek bizonyos pártokat, már nem az ellenzéki együttműködésben, nem azon kívül, hogyan gátolnak pártokat, tehát ezért mondom, hogy nekünk a szavazóbázisunkat stabilizálás mellett növelni is kell. Köszönöm szépen Tóth Bertalannak, az MSZP elnökének, viszonthallásra. Köszönöm szépen, viszonthallásra.